Még 2022 tavaszán a már ideiglenes helyre készülő gimnázium dísztermében szinte utoljára a felújítás előtt nyílt meg egy különleges tárlat. Akkor Molnár Márton alkotásai voltak a középpontban. Az intézmény egykori diákjának alkotásairól akkor Lugosi István úgy fogalmazott, Márton munkáiban alámerül a tudatalatti sötét bugyraiba, és felhozza nekünk azt, amit odalent találunk. Most pedig már a Ceglédi Alkotók Egyesülete képzőművész szekciójának Gubodi utcai kamara kiállító termében együtt mutatták be, mi is kerül vagy kerülhet felszínre, mondjuk ha a kárhozatra gondolunk, vagyis gondolnak ők. A szekció vezetője Újházi György úgy fogalmazott, ha egy szóval kellene jellemeznie a két ceglédi fiatal alkotásaiból nyílt tárlatot, az akkor ez lenne fantasztikus. Fantasztikus azért, mert ők a grafikai munkáikkal olyan témát próbáltak találni, illetve nem csak próbáltak, hanem találtak is, ami egy kicsit a mai hétköznapoktól elszakad. Ennek a kiállításnak a címe is, hogy maximális kárhozat. Hát ugye tudjuk, hogy a kárhozat az egy földön túli örök szenvedést jelent, és itt tulajdonképpen nem lehet tudni, hogy a pokolra kerülés élménye az milyen lehet. Egy biztos, hogy az emberek nagyon sokféle dolgot képzelnek erről. Nem véletlen tehát, hogy a kiállító termekben semmiképpen nem megszokott kép fogadja a betérőt, például ez a koponya. De persze az igazán különleges látnivalók mégiscsak a falakon vannak. Hajszálvékony fekete vonalak, aprólékos kidolgozottság, elgondolkodtató témák. Lugosi István és Molnár Márton, vagyis Pszista és MH egyébként nem itt találkoznak és találkoztak először. Rajzfilmek készítésében képregényeken is együtt dolgoznak. Most pedig tehát a Ceglédi Alkotók Egyesülete képzőművész szekciójában is együtt mutatkoznak be. Két nagyon szerény ember, és tulajdonképpen a plakátokon még a nevük se szerepel. Ők tervezték, ők csinálták a plakátot. Mondtam is nekik, hát mondták, hogy ők nem nagyon szokták így reklámozni magukat. A műveik által próbálnak egy kis önreklámot csinálni. Szerintem ez sikerül, mert mint említettem, ez a utóbbi idők egyik legérdekesebb és legfantasztikusabb kiállítása. Újházi György elmondta, reméli sokszor és sok helyen lehet majd látni a fiatal és kiemelkedően tehetséges művészek alkotásait, legyen az rajz, rajzfilm vagy képregény. Itt a Gubodi utcai Kamara Galériában most mindenképpen lehet. Szeptember végéig hétköznaponként délután 3 és 6 óra között.